Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Van kiút a szenvedélybetegségből. Évek óta ez az üzenete a józanság napjához kapcsolódó programoknak, kerekasztal beszélgetéseknek. A napszemlében röviden már szóltunk az idei rendezvényről, a következő percekben azonban kicsit részletesebben beszélünk az alkoholbetegség kapcsán, a rá és leszokásról, a megelőzés és a példamutatás követés fontosságáról. Vendégem a stúdióban a program egyik főszervezője, Berényi András, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr! 9. alkalommal rendezik meg ezt a kétnapos programot, de idén rendhagyó időpontban. Igen, azt gondolom, hogy a nézők is sejthetik, hogy miért változott az időpont. Általában április végén, május 1-én rendezzük ezt a programot. A járványügyi helyzet miatt erre nem került sor, és úgy gondoltuk, hogy nem lenne jó, hogyha ebben az évben nem kerülne megrendezésre. És hát úgy gondolom, hogy több szervezet együttműködése lehetővé tette, hogy ez a program egy rendhagyó időpontban, egy új helyszínen, hiszen a Debreceni Alapellátás és Egészségfejlesztési Intézetben volt az első napi rendezvény, sikerült megvalósítani ezt a programot. De talán ez is mutatja, hogy a téma fontossága mindenképpen indokolta ezt. A híradóban mi elmondtuk azt, hogy bizonyos felmérések szólnak arról, hogy 10-12 éves korban már az első felesen túl vannak a fiatalok. Igen. Mi ezzel a helyzet? Ijesztőnek hangzik. Igen, hát pontosan ez a rendezvény erről szól, hogy a fiatalok kapjanak olyan modellt, olyan példákat, hogy van kiút. Nagyon gyakran a médiában a szenvedélybetegség, mint egy megoldatlan probléma jelentkezik, vagy kriminális jelentésekben, és mi úgy gondoltuk, az itteni együttműködő partnereink, ugye az önsegítő csoportok, ezekről a csoportokról azt kell tudni, hogy nincsen szakember ezekben a csoportokban, hanem egymást támogatják a leszokásban a résztvevők. Különböző csoportok működnek, alkoholbetegek részére, kábítószerfogyasztók részére, szenvedélybetegek hozzátartozói részére, és azért tartjuk ezt fontosnak, hogy a fiatalok tudjanak erről a lehetőségről, akár arról is, hogyha az ő rokonságukban, családjukban találkoznak ilyen problémával, hogy van kiút, van hova fordulni. Ugyanazt is tudni kell, hogy a függőség nagyon sok esetben szinte az élete végig elkíséri az egyéneket, és nagyon fontos, hogy legyen egy olyan megtartó közösség, ahol abban segítik, abban támogatják, hogy mondj nemet a szenvedélyedre, hiszen a környezet nagyon sokszor pont ellendukkere, hogy ne tartsa meg az abstinenciát. Ugye az abstinencia idegen szóval azt jelenti, hogy befejezte a szerfogyasztást, vagy azt az addiktív viselkedést. Nem túlzás az, hogy szinte nincs olyan magyar család, akit valamilyen módon szinten ne érne el ez a probléma, a szenvedélybetegségek problémája? Hát én azt gondolom, hogy nem túlzás, hiszen egy olyan országban élünk, ahol közel 1 millió függőről tudunk. Na most azt szoktuk mondani, hogy ezeknek a függőknek is van szülője, testvére, házastársa, barátja, rokona, vagyis nagyon gyakran szinte az a meglepő, hogyha valakinek nincs ilyen probléma a környezetében. De hát ha belegondolunk, lehet, hogy a rokonságban nem, de a munkatársak vagy a szomszédoknál is tapasztalhatjuk ezt a problémát. Változatlanul az alkoholfogyasztás jelenti a legnagyobb gondot? Igen, én azt gondolom, hogy kijelenthetjük, illetve hát azt is, hogy nagyon gyakran kombinálódik különböző más szerfogyasztással, de viselkedésfüggőséggel is. Vagyis nagyon ritka az, hogyha valaki elkezd addiktív szerekkel kapcsolatba kerülni, hogy egy szernél marad, de az alkohol ugye az elérhetősége miatt, hiszen ugye ez elérhető, legális anyag, hát ez a legnagyobb gond, de természetesen
az egyéb problémák, főleg ugye mostanában a viselkedési függőségek is előtérbe kerülnek. Elhangzott ma az is, hogy a parti és a designer drogok is komoly problémát jelentenek, ugye pont a kapcsolt szerek során. Debrecenben például Bika, erről nagyon durva dolgokat lehet hallani most az utóbbi időben. Tudnak-e erről, hogy megjelente már, itt van-e már ez a nagyon-nagyon veszélyes szer? Hát azt kell mondanunk, hogy ha most azt mondanám, hogy nem, lehet, hogy már holnap igen, vagyis ugye az internet korában nagyon óvatosan kell ezzel fogalmazni. Ugye azt is lehet tudni, hogy ezeknél a szereknél nagyon gyakran ugye az is van, hogy a dílerek megpróbálják ugye a tömegét nevelni, vagyis alapvetően ugye kiporciózzák. Na most az is lehet, hogy már itt van, de még olyan töménységben, hogy nem olyan hatású, mint mondjuk más helyeken, mert ott ugye az is előfordulhatott, hogy nagyon dúsan használták. Én azt gondolom, hogy itt is megjelenik, csak lehet, hogy nem annyira végzetes volt a használata, hiszen lehet, hogy olyan terjesztői kör kezébe került, aki megpróbálta nagyon mennyiségben piacra dobni, de sajnos azt kell mondani, hogy ezeknél az újfajta drogoknál csak találgatunk, vagyis alapvetően ugye nem tudjuk teljes mértékben az összetételét. Azt, hogy most elneveztek valamit így, lehet, hogy egy teljesen másszer újra megjelenik a piacon. Ez egy nagyon nehéz időszak, hiszen sokszor a segítők maguk sem tudják, hogy mit használnak a fogyasztók, de maguk a fogyasztók sem, és talán éppen ezért nagyon veszélyesek ezek a szerek. Meg ugye a küzdelem ezek ellen azért is nagyon nehéz, mert a képleteket nagyon gyorsan, rugalmasan variálják, meg a hatóanyagot, és már egy egészen más szerről beszélhetünk onnantól kezdve. Még visszakanyarodnék egy kicsit az alkoholhoz. Az alkohol ugye az egy legális drog Magyarországon is, meg a világ számtalan országában. A fiatalok körében mennyire trendi az, hogy egyik viszi bele a másikat? Amit ön is mond, az abstinencia, az láthatom én azt otthon gyerekként, hogy édesanyám, édesapám nem fogyaszt, vagy nem látom őket részegen, de én vagány akarok lenni, oda akarok tartozni ahhoz a korosztályhoz, ez mennyiben befolyásoló tényező? Hát ugye a legtöbb megelőzési program a tizenéveseket igyekszik elérni, hiszen pont az az időszak, amikor a gyerekkorból a felnőtt korba lép át, és pontosan ez az azonosulás, hogy bizonyos tekintetben szeretnék olyan lenni, mint a felnőtt, vagy vagány, ahogy az előbb elhangzott, vagy itt a kortárs csoporthoz való tartozásnak egy formája. A másik pedig, hogy nagyon gyakran a feszültség, szorongás oldásnak is egy formája, hiszen tudjuk, hogy egy tizenéves nagyon sokszor önmagával sincs tisztában, illetve a biológiai, illetve a pszichés fejlődés még folyamatban van, és ebben az időszakban sokkal nagyobb az esélye, inkább veszélye, hogy ezekhez az anyagokhoz forduljon. A másik, amit itt ki kell emelni még, hogyha nem lát példát, és nagyon gyakran ez is gond, hogy a feszültség a stresszkezelésre nem lát példát, akár a szülői körben, vagy egyáltalán a család nem tudja ezeket a feladatokat ellátni, akkor még jobban megnövekedik ezeknek a szereknek a kipróbálása, és azt kell mondanunk, hogy sok fiatal nem úgy kezd bele, hogy ő ezt hosszú távon szeretné használni, csak a pillanatnyi jó érzésért, vagy azért, hogy egy kicsit ellazuljon, valamilyen módon a problémáit elfelejtse, és sajnos nagyon gyakran ez a probléma megoldás rögzül, és kialakul a függőség. Mit tehet a család, a szülő, a adott esetben a barát, a testvér? Hát én azt gondolom, hogy első lépés, hogy beszélni kell erről, sőt először a saját élményeinkről és tapasztalatainkról, és például az alkohol esetében az az előny megvan, hogy mindenkinek van élménye róla. Nem mondhatja egy szülő, hogy hát én erről vele nem tudok beszélgetni. A másik, hogy őszintén el kell mondani ezt a kétarcúságot, hogy ez nem rossz és nem jó, hanem bizonyos tekintetben pont ez a probléma, hogy az elején úgy tűnik, mintha segítene, elfelejtem, úgy érzem a problémákat, de utána, amikor már testi-lelki függőség kialakul, akkor nem csak a problémák elfelejtését jelenti, hanem maga problémát okoz. A harmadik pedig, hogy fel kell mérni azt is, hogy lehet, hogy kedveljük, szeretjük, elfogadjuk a rokonságot,
a családtagokat, de igenis néha professzionális segítőhez kell fordulni, mert egészen másképpen viszonyulunk a szeretteinkhez, másképpen alakul a kapcsolatunk. Fel kell vállalni, hogy akár közösen is, főleg a kiskorú fiatalról van szó, akkor én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos a családtagoknak is a bevonás, hogy ők hogy látják ezt a problémát, illetve ehhez kapcsolódik a prevenciónak a fontossága. Ugye mi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban valljuk azt, hogy mi nem az elijesztésben gondolkodunk, hanem inkább azoknak a készségeknek a fejlesztésében, amely lehetőséget ad, mint egy lelki immunitást ad a szenvedélybetegség kialakulása tekintetében. Berényi úr, lejárt az időnk, de egy kérdésem még lenne. Honnantól számít valaki alkoholistának? Mennyit kell ahhoz inni? Milyen rendszeresen kell ahhoz inni? Hát nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezte, és nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni. Nem a mennyiség, nem hogy mennyiszer és mit, hanem hogy a környezetben ez konfliktust okoz-e. Vagyis, hogy igazából nem az határozza meg, hogy ki mennyit fogyaszt, hanem a környezetében, a munkájában, a családi kapcsolataiban mennyire jelentkezik a probléma. Mert biztos, hogy van arra példa, hogyha valakinek a viselkedése nem tűnik fel, akkor nem nagyon érdekel bennünket az elfogyasztott mennyiség, de hogyha ő a környezetével konfliktusba kerül, vagy nem megbízható, vagy olyan problémák jelentkeznek, ami eddig nem, akkor problémává válik. Vagyis ezért alkohol problémáról, addiktív problémáról beszélünk, mert nagyon gyakran a viselkedés szintjén jelentkezik először, és utána derül ki, hogy mi van a hátterében. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy erről tudjunk, hogy nem a mennyiség, és nem a hogy hányszor fogyasztja, hanem hogy van-e a környezetében ezzel kapcsolatosan problémája. Berényi András, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is a lehetőséget. Felújították a tímárházat, megszépült a város egyik ipartörténelmi jelentőségű épülete. Az ünnepélyes átadó szombaton lesz, és hogy igazán emlékezetes maradjon ez a nap, Mesterségek ünnepe címmel egy nagyszabású rendezvény is társul ehhez a Dósa Nádor téren. A felújítás részleteiről és a kísérő programokról Mátrai Nagy Andreát, a Tímárház Kézművesek Háza egységvezetőjét kérdezem. Kezdi Csukkalom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igazgatónő, mi indokolta a Tímárház felújítását? Hogyan sikerült? Hogyan érzik magukat? Köszönjük szépen, nagyon jól. Most már, hogy birtokba vettük az újonnan elkészült Tímárházat, szinte azt mondhatom második otthonunkat. És ez való igaz, hogy a város egyetlen eredeti helyszínen megőrzött ipartörténeti emléke ez a ház, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a kincses háza is egyben az ékszeres doboza a városnak, hiszen itt őrizzük azok a népművészeti emlékeket, és nem csak az emlékeket őrizzük, hanem ezeknek a háttér tudását is átadjuk a mai kor emberének, amelyek tulajdonképpen a város életének, ipari életének, ipari kézműiparának a megalapozója volt. Nagyon sokféle tevékenységgel foglalkozunk, szaköreink, előadásaink, programjaink, rendezvényeink. Egy bizonyos idő után már oly mértékben megsokasodtak, hogy ez bizonyos helyigénnyel is járt. Éppen ezért szükség volt ezekre a felújítási munkálatokra. Mikor kezdődtek ezek pontosan, és mi az, ami megváltozott? Mi a tavalyi évben költöztünk ki, tehát tavaly nyáron, és tulajdonképpen közel egy éves folyamat volt az, amelynek során a ház teljes felújításra került, és most idén nyáron költözhettünk vissza. Amikor kiköltöztünk, azzal a reménnyel tettük, hogy amikor visszatérünk egy új, egy modernebb, infrastruktúrális szempontból megújult házba, de a régi patináját megőrző házba térünk vissza, és a kedves látogatók majd, amikor szombaton belépnek hozzánk, ezzel a látvánnyal kell, hogy fogadjuk őket, hiszen a felújítás remekül sikerült, és minden olyan elképzelésünk megvalósult, amelyet eredetileg elterveztünk. Mondaná ezek közül egyet-kettőt, hogy a nézők is el tudják nagyságrendileg képzelni, itt egy 120 millió forintos beruházásról beszélünk. 120 millió forintos beruházás, ami bizony nem kis pénz,
és ebbe természetesen belefért a nyílászáróknak a korszerűsítése, a fűtésrendszernek a kicserélése, új épületegységek kialakítása azáltal, hogy műhelyek bővítésére került sor, és gyakorlatilag egy teljes renoválására került sor a háznak, hiszen tudjuk, hogy ez az 1900-as évek elején épült építmény, pontosabban 1904-ben épült, és kisebb felújítási munkálatok évről évre, de általában 2-3 évente mindig kellettek, hogy elvégezzünk, de egy ekkora volumenű felújításra most került sor. A nyitott műhelyekben milyen típusú tevékenységek folynak? Igen, ezáltal is különleges a mi intézményünk, hiszen mi nem feltétlenül az elkészült produktumot, a népművészeti tárgyakat mutatjuk be, de annak a folyamatát is, ahogy ezek készülnek, tehát a mi nyitott műhelyeinkbe, a látványműhelyeinkbe, ha betérnek a látogatók, akkor gyakorlatilag munkakészítés közben érhetik tetten a kézműves alkotókat, kérdezhetnek tőlük, és még be is kapcsolódhatnak ezekbe a munkafolyamatokba. Jelen pillanatban viseletkészítő műhelyünk, szappanfőző műhelyünk, fazekas műhelyünk, hímző műhelyünk, szűrátétes műhelyünk, szövő és nemezelő műhelyünk áll rendelkezésre, valamint a bőrműves műhely. Azt tudom, hogy csoportok, gyerekek, iskolások rendszeres látogatói meg tudják-e szólítani mondjuk a kicsit idősebbeket, a fiatal felnőtteket, ne adj Isten, az idősebb korosztályt is. Legalább annyira fontos számunkra a gyermekprogramoknak a felvezetése és ezeknek a népszerűsítése, mint az idősebb korosztály bevonzása a házban. Talán őket még hamarabb is sikerül, úgy gondolom. De annak örülök, hogy egészen széles spektrumú az az életkor, aki bennünket meglátogat. Felnőttekre, gyerekekre egyaránt számítunk, és vannak olyan programjaink, amelyek mindegyik korosztálynak relevánsak. Holnap egy nagyszabású rendezvénysorozattal tesszük, ugye teszik Önök emlékezetessé ezt a napot. Pontosan mire kell számítani Dósa Nádor téren? Mire kell készülni az érdeklődőknek? A Dósa Nádor téri mesterségek ünnepe másként című program, amelynek alcíme a Debrecenbe kéne menni, tulajdonképpen rész eleme a Tímárház megnyitása, a kettő összefügg egymással. Ugyanabban az időpontban kezdődnek kint a Dósa Nádor téren a programok, mint ahogy a Tímárház megnyitója kezdődik. A téren pedig ugye a mesterségek ünnepe, ami minden évben a Budai Várban kerül megrendezésre, idén sajnos a vírushelyzet miatt elmaradt. És a NESZ, azaz a Népművészeti Egyesületek Szövetsége úgy döntött, hogy regionális szinten, tehát kisebb volumenű formában, de mégiscsak megrendezi ezt az ünnepséget, ami azért nagyon szerencsés dolog, hát hiszen itt arról beszélhetünk, hogy nem feltétlenül mindenki tud el Budapestre jutni az év minden időszakában, és így regionális, tehát kisebb szinten is meg tudnak ismerkedni a régió kézműveseinek a munkáival. Tehát a Dósa Nádor téren egyfajta seregszemléjét láthatjuk ezeknek a népművészeti egyesületeknek, amelyek a régióban dolgoznak, alkotnak. A Tímárházban pedig ezzel párhuzamosan hasonló jellegű program, bemutatók, kiállítások, kézműves alkotó, műhely munka folyik egy egész napos programon keresztül. A Dósa Nádor térre előzetesen, nem tudom, mennyien jelezték a részvételüket, hány kézművest várnak oda? 8-10 népművészeti egyesület lett megszólítva a régióban. Itt nem csak a megyei népművészeti egyesületekről beszélünk, hanem kisebb volumenű egyesületekről is. És körülbelül 50-60 alkotó az, aki ezt a meghívást el is fogadta. Tehát egy viszonylag nagy létszámú bemutatóról beszélhetünk. Valamennyi kézműves mester az árusítás mellett bemutatót is tart, gyermekfoglalkozások is lesznek, és természetesen a népművészet nem csak a tárgyalkotó népművészetből áll, hanem a folkról jellegű területből is, így ebből is kapunk egy kis ízelítőt népzenéből, néptáncból és népdalokból. Ahogy hallom, jó idő lesz ehhez a programhoz, hál' Istennek, 26-28 fokot lehet hallani előzetesen, de még mielőtt, ha már szóba hozta a járványügyi helyzetet, most a város szigorított az intézményeinél, Önöket hogyan érinti ez? Hogy lehet majd a Tímárházat látogatni? Van-e erre vonatkozóan már elfogadott protokoll? Azt gondolom, hogy aki programot szervez, az nagyon nehezen érinti ez a fajta helyzet.
és nagyon komoly problémát okoz mindenki számára, de azért igyekszünk azokat az elvárásokat betartani, amelyeket minden kulturális intézménynek be kell. Tehát a fertőtlenítésnek a fontosságára felhívjuk a figyelmét a kedves látogatóknak, ezzel fel is vagyunk szerelkezve, illetve a maszkviselés tekintetében is felkészültünk, valamint nagyjából megpróbáljuk betartani azokat a távolságokat, amelyek ideálisak ahhoz, hogy ne okozzon ez komolyabb bonyodalmat. Ehhez természetesen némileg a programunkat át kellett alakítani, de megszoktuk, hogy rugalmasan kell hozzáállni. Mátrai Nagy Andrea, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.